Balassagyarmaton havonta 4-4,5 ezer tonna kábelt állítunk elő, kb. 800 tonna épületkábelt, kb. 2000 tonna 1 kV-os kábelt, 1000-1200 tonna középfeszültségű és 2-300 tonna szabad vezetéket gyártunk. Ezen felül granulátumot is állítunk elő Balassagyarmaton, PVC, kitöltő, illetve gumi érszigetelő, illetve gumi köpenyző anyagokat. Két fő típusú kábelek gyártás folyik, az egyik a alacsony feszültségű kábelek, illetve a középfeszültségű kábelek. A középfeszültségű kábelek esetében itt történik az érszigetelés, az árnyékolás és a köpenyzés. Alacsony feszültségű kábelek esetében szintén érszigetelés, érsodrás és köpenyzés. Itt elmondanám, hogy többfajta tanúsítással rendelkezünk, mint például 9001-es, ISO 14001-es és ISO 45001-es tanúsítással. Ezen belül számos jelhasználati engedéllyel is szintén rendelkezünk, többek között a FAUDEA, ENOR, ÖVE, AEC és EU jelhasználati engedéllyel. Minden egyes középfeszültségű kábeldobunkat minőségellenőrzés alá vetünk. Van egy Faraday-kamránk, ahol vizsgáljuk a részleges kisülést, illetve a nagy tesztlaborunk, ahol különböző impulzus teszteket végezünk. Ebben az esetben minden egyes legyártott kábeldobot a különböző vevői elvárásoknak, illetve szabványoknak megfelelően 100%-ból megvizsgálunk, mint például részleges kisülés, ellenállás, feszítés, illetve geometriai vizsgálatot is végünk ezeken a dobokon. Nagy feszültségű laboratóriumban tartózkodunk, két nagy berendezésünk van mögöttem, ami látható. Az egyik a lökőfeszültségű vizsgáló, amiből 1.250.000 voltot tudunk maximálisan kicsiholni. A másik az pedig a váltokozó feszültségű vizsgáló berendezésünk, amiből 300.000 volt ipari frekvenciás feszültséget tudunk előállítani. A váltakozó feszültségű vizsgáló berendezéssel FAUDEA hosszú idejű vizsgálatnak az utolsó befejező szakasza történik, ami egy lépcsős átütési vizsgálat. Ez a vizsgálatnak az eredménye a kábel élettartamára ad nekünk információt. Forszírozott körülmények között a kábelt öregítjük, 1 és 2 éves időtartamra. Ez a hullám ez megpróbálja a légköri viszonyokat utánozni, tehát a feszültség alakja az majdnem olyan, mint egy légköri villámcsapás. Ezzel a kábelnek a villamos szilárdságát tudjuk ellenőrizni. Gyakorlatilag csak követelményeket mondok, itt egy 20 kV-os kábel van éppen befogva a berendezésbe, és ennek az átütési szilárdsága 600 kV fölött kell, hogy legyen. Olyan téren, hogy 5 minta van vizsgálva, és 350 kV-tal indulva, minden lépcsőn 5 impulzus bocsátunk a kábelre, és 5 impulzus után emeljük 50 kV-tal, és így, hogyha eléri a 600 kV-os szinten az 5. impulzust, akkor a kábel megfelelő, de mind az 5 darab mintán.